Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt a háttérben Tuti János filozófus, a vendégem a demográfiai télszerzője. Jó napot kívánok! Már beszélgettünk itt egy adásban a demográfiai tél kapcsán pont arról, hogy e, hogyan alakulnak a demográfiai mutatók, akár világszerte, és hát az az érdekes ebben, hogy egyébként tartott ön egy előadást is nem régiben ezzel a témával kapcsolatban, hogy hogyan feszül egymásnak az a két nézet, hogy bizonyos helyeken, vagy bizonyos szegmensekben támogatni szeretnék a születéseknek a számát, tehát hogy minél több gyermek szülesen, és ez jó, és valaki pedig úgymond születés ellenes állásponton van, hogy ez a klíma, vagy akármilyen más okoknál fogva nem ajánlott. Na, majd ezt szeretném, ha egy picit kifejteni nekünk, hogy egyik másik oldal mögött milyen filozófiai irányzat van egyrészt, és milyen érveket tudnak felhozni a saját ö, ö, filozófiájuk mellett. Köszönöm szépen a lehetőséget. Tehát itt egyszerre zajlik két folyamat a világban. Egyrészt van egy óriási mértékű népességrobbanás Afrikában és a közel de más sehol máshol legalábbis ilyen ütemben sehol máshol. Távol-kelet? a távol keleten is csökken. Ázsiában kettes a termékenység, amiben nagy különbségek vannak, meg kelet-ázsiában egészen alacsony, tehát ez Japán, Dél-Korea, Kína, uh -huh. ott egészen Tajvan, hát Tajvánál egyes a termékenység arányszám. Csak azoknak mondom, akik nem tudják, hogy a, itt, ha egy nőre vonatkoztatjuk a termékenység arányszámot, akkor a 2,1 az ideális. Tehát az azt jelenti, hogy statisztikai átlagban az a jó, hogyha 2,1-es a termékenység, Átlag, ez persze egy átlag, nyilván ennyit nehéz szülni 2,1 gyereket, de mondjuk 100 nő szül 210 gyereket, és ennek az az oka, hogy ebben az esetben, ha egy stabilan födnál persze nem csak egy évig, hanem stabilan hosszú távon fennáll, akkor a népességnek sem a létszáma, sem a korösszetétele nem változik. Ha ennél magasabb a termékenységi arányszám, akkor a népesség nő és fiatalodik az átlagéletkor. Ha ennél alacsonyabb, akkor a népesség csökken, és az átlagéletkor az emelkedik, tehát öregszik a, a népesség. És amúgy azért 2,1, mert hát egyrészt van a csesémű halandóság, de ennél van egy mélyebb oka is, nevezetesen az, hogy több fiú születik, mint lány. Tehát ahhoz, hogy száz nő biztosan száz lány tudjon maga helyébe állítani, ahhoz nem elég a 200 gyerek, hanem 210 gyerekkel statisztikai átlagban. Hát a természet, ezt nagyon jól kitaláltam, mert ugye a fiúk azok esendőbbek, és így lesz a reprodukciós korban egyenlő a nemek arány, és aztán idősebb korban pedig már több nő él, mint férfi, de visszatírva a kérdésére, csak akarom mondani, mindjárt ez a 2,1 a bűvös szám, és hogyha számokat mondok, akkor ezt mindig ez a 2,1-hez kell viszonyítani. Tehát, hogy a világ tulajdonképpen ketté szakadt, mint olyan sok más kérdésben ebben is, van a globális dél, de azon belül is mondom alapvetően Afrika, ahol 4,4 a termékenységi arányszám, ez azt jelenti, hogy lényegében minden generáció megduplázódik, és a közel az arab világban is magas, ha nem is ennyire, olyan három körüli az átlag. Ugyanakkor van a másik véglet, ami alapvetően Európa és a úgynevezett kelet-ázsia, ahol egészen alacsony a termékenység arányszám. Na most azt kell látni, hogy hogy abból, és persze, hogyha ezt összeadjuk, akkor kijön egy globális összeg, és ezért mondják, hogy a világ népessége nő, vagy csökken, de nagyon fontosak a regionális különbségek, és ez ez, ez, ez sajnos a mai progresszív ideológia és a globális ideológia ezt nem hajlandó ezeket a regionális különbségeket figyelembe venni. Tehát attól, hogy a túlnépesedés Afrikában és a távol keletet, ami aztán kihat a migráció révén az egész világra, abból, hogy ez rossz, ez kétségtelen rossz, ez növeli a, a, környezet terhelését, abból nem következik az, hogy a népesség csökkenés meg jó lenne. Tehát itt ezt a hibát követik el, hogy sokan örülnek is neki, hogy kelet európa de, csökken a népesség, leginkább kelet európa vagy csökken, Kelet-Ázsiában is most már elkezdett csökkenni, például Kínában is tehát nem csak, hogy India átvette a legnépesebb ország szerepét, de ugyanezzel egy időben Kínában a népesség elkezdett csökkenni, akkorában az egy gyerek politika olyan lecsökkentette a termékenységet, és ennek van egy ilyen hosszú távú hatása. És felborította nemek arányát is és felborította a nemek arányát is, mind a kettős probléma. Tehát attól, hogy a hatól, hogy valahol csak nő a népesség, abból, abból nem következik, és ez rossz, én is úgy gondolom, hogy ez helytelen, tehát Afrikának és az arab világnak ezzel a problémával küzdeni kell. Abból nem következik az, hogy a, a népesség csökkenés az jó dolog lenne. Sokan ezt így gondolják, mert csak globálisan hajlandók mindent, és egyszerűen összeadják az emberek számát, is. amúgy 2100 valamhol 10 milliárd környékén tetőzni fog a, a, globális, az előrejelzések, bár azok nagyon pontatlanak, az előrejelzések szerint tetőzni fog. Az biztos, hogy tetőzni fog, azt látjuk, mert a termékenység mindenhol, a termékenység arányszám mindenhol csökken, tehát tetőzni fog a népesség, és utána elindul egy népesség csökkenés, tehát lehet, hogy hogyha mondjuk 50 év múlva beszélgetnénk, akkor már az lenne a globális probléma, hogy, hogy, csökken, és megállíthatatlan. És az a baj, hogyha már csökken a népesség, akkor már az már egy olyan előre, haladott, előre haladott közösségi szintű betegség, ugye? Ugye először a labor eredményeink romlanak, ez mondjuk az, hogy, hogy a termékenységi arányszám csökken, a demográfusokon kívül senki se veszi észre. Ez olyan, mint hogy valakinek magas a vércukra mondjuk, és most mondok egy buta példát. Ugye, de ha nincs tünete, nincs még betegsége, akkor ez csak akkor derül ki, ha mondjuk vagy magas a vérnyomása, hogy jó, hogyha elmegy az orvoshoz, és azt mondja, hogy ez így nem jó. A maga a betegség az a népesség csökkenés. Az viszont nagyon sok folyamat ezt megelőzi, amire az alacsony termékenységi arányszámból lesz egy, egy népesség csökkenés és ha viszont az már elindul, ugye akkor már gyorsuló ütembe gyorsul a csökkenésnek az üteme, és nagyon nehéz, nagyon-nagyon nehéz, szinte lehetetlen megállítani ezt a folyamatot. Tehát röviden ezt, nem tudom, röviden, tehát ezt tudom erre a problémára mondani, hogy, 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 hogy ez mind a kettő rossz ez mind a kettő rossz. És sajnos a progresszív, haladó, vagy modernizáció, vagy globalista, vagy neoliberális, nem tudom, hogyan nevezzem ezt a főáramlatát a mai ideológiának, ezt egyszerűen és ennek van egy mélyebb ok, amire majd szeretnék kitérni, ezt egyszerűen nem is hajlandó tudomásul venni, hogy a népesség csökkenés rossz, mert hogy ő alapvetően egy ilyen reprodukció ellenes ideológia. Tehát, hogy alapvetően ilyen az ideológia, ez, ami uralja most a világunkat, hogy a születés ellenes, antinatalista idegen szóval, de mindegy a születés ellenes, ami tulajdonképpen a, a, a modernizáció elején jó, mert a modernizáció elején, ugye a. a, a a modernizációnak és a, a progressziónak két nagy demográfiai hatása van. Egyrészt növeli a várható élettartamot, és ez jó, ez a célja az egész modernizációnak, hogy az emberek minél többet éljenek, lehetőleg minél egészségesebben. De van egy nem várt járulékos hatása is, hogy ő csökkenti a születési számokat és ezért kezdetben van egy, mindig van a modernizáció kezdetén, van egy óriási népességrobbanás, mert ugye a, születi, a, 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 a várható élettartalom az nő, az emberek nem halnak meg fiatalon, stb. Viszont a születési szám még magas, és ezért ott van egy népességrobbanás. Ez van minden a modernizációs folyamatok kezdetén, Anglia ezért tudta benépesíteni a világot, és Afrikában még ez van. Még ez a helyzet. De ahogy halad előre a modernizáció, úgy elkezdenek csökkenni a születési számok is, de nem állnak, de nem áll, és ez jó. És ez jó, mert ezt a népességrobbanást csökkenti. Tehát tulajdonképpen abban bízhatunk, hogy a túlnépesedés megszűnik, mert a modernizációnak, a haladásnak ez a természete. Tehát automatikusan látjuk, hogy hogyan fog megszűnni, és mindenütt ez történt. Ráadásul ez nagyon gyorsan, tehát az, ami Angliában 200 év alatt zajlott le ez a demográfiai átmenet, az most mit tudom én Iránban 20 év alatt. Vagy Dél-Koreában, most nem akarok rossz számot mondani, de úgy körülbelül fél évszázad alatt euh, zajlott le, vagy még rövidebb időt, mert még a 60-as években Dél-Koreában 6, fölött volt a termékenységi arányszám, tehát statisztikai átlagban minden nőnek 6 gyerek, statisztikai átlagban 6 gyereke született, most nem születik egy. Tehát tulajdonképpen a 60-as évektől akkor 60 év telt el. Tehát ez, és van, ahol ez 20, mondom, tehát, még, tehát ez nagyon, ezt látjuk. Azt nem látjuk, hogy hogy ahogy haladunk a modernizációba bele, úgy egyre inkább mindenütt nincs olyan fejlett ország, ahol a termékenység elérni a 2,1-et, kivéve Izrael, de az elég sok szempontból speciális helyzetű ország és nép, de az összes többinél minél lényegesen hasonlóbb, olyan 1,5 körül van a fejlett országokban, az OECD országokban, mindegy, hogy hogy mondjuk gazdag országokban, ez nem teljesen olyan az, de mondjuk a nyugatias országokban, kivéve Szaudarábia, ugye az nem nyugatias, de a nyugatias gazdag fejlett országokban mindenütt ö, 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 csökken és alacsony a termékenység ami hosszú távon egy mély népességcsökkenést és egy megállítás Népességcsökkenést népesség csökkenést jelez előre. Tehát ez nem jó ez a folyamat, hogy, hogy, ezt hogy tudjuk megállítani, azt viszont még nem látjuk. Még mindenki az ország, a különböző országban a különböző dolgokkal próbálkoztak, de igazán átütőséget nem, nem értek el ebben a kérdésben. Az az érdekes ebben egyébként, hogy ez a nézet, a születés ellenesség, most maradjunk itt, ugye ön is úgy fogalmazott, hogy ez ilyen progresszív, liberális ideológiának végül is a része, tehát természetes belejárója szinte, hogy nem, nincs szükség annyi gyermekre, sőt, és ez az ideológia viszont pont azokban a modern országokban lelhető fel, nyugatias országokban lelhető fel, ahol egyébként a modernizáció önmagában amúgy is elvégzi mondja, ezt a feladatot, tehát amúgy is van egy ilyen hatás. És azokban az országokban, ahol pedig ilyen kicsit törzsi hagyományos, mondjuk az ő konzervatíva, vagy nem tudom, ilyen, ilyen, ilyen ö, régi berendezkedésű társadalmakban pedig, ö, nyilván nem is nagyon jut el ez a progresszív ideológia. Tehát, hogy, hogy van itt egy ilyen érdekes kettőség. Tehát, ahol csökken, ott még inkább a csökkenés van ö, reklámozva, most fogalmazzunk így, ahol pedig a népesség robbanása a probléma, ott pedig ö, marad. Tehát, hogy ott, ott pedig arra várunk, hogy majd a modernizációval Igen, ez megszűnik? Igen, de amúgy ez teljesen logikus. Tehát ugyanakkor meg furcsa, hogy ott születik sok gyerek, ahol nagy a szegénység, és ott születik kevés, ahol, ahol nagy a jólét. De hogyha ebbe a modernizációs logikában nézzük, akkor ez teljesen logikus, hogy a hogy a tradíció az egy olyan jellegű struktúra, és egy olyan jellegű gondolkodásmód, tehát társadalmi struktúra, gondolkodásmód, hosszasan lehetne sorolni, ahol lesz idő, akkor kitérek, hogy mi azok annak, hogy a tradíció, a tradicionális társadalmak, azok születést támogató rendszerek. És ahogy modernizálódik, szerintem a modernizáció alapvetően ugye tradíció ellenes. És ennek az egyik fő mutatója az, hogy a születés és a születéshez kapcsolódó etnikai, nemzeti a családot támadja, és ráadásul minél, és ez egy darabig jó, mert mondtuk azt, hogy a tradícióban nagyon, tehát a tradícióban kialakul az a válság, hogy a tradicionalitás elején a magas halálozás párosul egy magas születéssel, akkor lezuhan a halálozás, de ott farad fönt a magas születés, és ezért van egy népességrobbanás. Tehát muszáj, hogy, hogy a születés is lemenjen arra a szintre, ahogy, ahogy egyensúly, egy új egyensúly, azt szokták mondani, hogy a tradicionalitásban van egy magas egyensúly, tehát hogy magasak a születés és a halálozás értékek, a modernitásban meg van egy, van egy olyan egyensúly, ami a születés és a halálozás alacsony értékénél alakul ki. De sajnos ilyen egyensúly nincsen, hanem az van, hogy a modernizáció hajtja ezeket a folyamatokat. Az éle életkort annyira már nem tudja növelni ugye? mert azt mondják, hogy van az emberi életnek, van egy felső határa, lehet, hogy statisztikai átlagban ez 90 év, nem tudom, hogy mennyi, amúgy mit tudom én, vannak emberek, akik nagyon sokáig élnek, 110-120 évig is esetleg, de olyan nagyon már nem tudja hova növelni Japánba, meg ezekbe az országokba, viszont a, a születés az lehet egészen nulláig levinni, és ő nem tud más csinálni, mivel hogy tradíció ellenes, vagy ilyen a jellege, ha nyomja lefele a születést, tehát maga a progresszió, a születés ellenes, és a progresszív társadalmak, hogy így mondjam, tehát a fejlett világ, az tulajdonképpen szóval megy bele ebbe a rossz szélsőségbe. Tehát túlhaladott azon a ponton, amikor még ezek az értékek egyensúlyban voltak, ezt filozófiailag úgy is lehet mondani, hogy a tradíció, tehát ugye a tradíció is jelen volt még, de a modernizáció is jó volt, tehát volt ennek egy ideális pontja, amikor már a sok minden modernizálódott, és ez jó volt, egészségügy, rugalmasabbak váltak a szerepek, csökkent az a viszony, tehát egyenlőség, tehát sok technikai fejlődés, tehát sok minden jó volt, de még érintetlen volt mondjuk ezt így idegen szóban mondjam, aztán kibontom, ez a, ez a reprodukciós rezsim. Tehát minden, ami a reprodukcióval összefügg, az még olyan tradicionális volt. Mert hogy még egykeresős családmodellek voltak, Amúgy az, az angol volt Nyugdíjrendszer. Tese? Adott esetben nem volt nyugdíjrendszer. Igen, akkor a gyerek volt a nyugdíj, igen. Tehát egy, és volt egy egyáltalán egy olyan társadalmi elvárás, amit az emberek szinte egy automatikusan követtek, ami még a tradicionálisba jött, hogy az emberek megházasodtak. Például azért még az én koromban is, nem akarom elmenni, <laughs> ugye még a, igyekezt, igyekeztünk az egyetem végén megházasodni. Köszönöm a lányok, mert ugye azt mondták, hogy hát az a biztos, ott még, ott még jobban. Ugye már ki az egyetemről, akkor már ez már olyan macerás. Akkor volt egy ilyen elvárás. Ma már nincsen egy ilyen elvárás, ma arról beszélgetnek a négy en vagy a kubiton, hogy kutya vagy gyerek. Tehát, hogy, és ez egy komoly, komoly, alternatívaként merül föl, és természetesen a kutya jön ki győztesnek, mert a legrosszabb esetben az be lehet rakni a, oda lehet adni a havernak, vagy be lehet rakni a menhelybe, hát a gyereke mégsem lehet így csinálni. Tehát az egészben látszik, hogy valahogy, is ez az emberek gondolkodását is átadja, ez a születés ellenesség. És ahogy egyre jobban kiteljesedik, egyre inkább ilyennél válik. És, és nem ijednek meg, ugye, mert ebbe az ideológiában az van jó, de majd jönnek a bevándorlók, és akkor az milyen jó, mert akkor azok már úgyis megszületek, akkor bejönnek ide, és akkor a, 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 a társadalom működéséhez szükséges munkaerőt, meg népességet majd biztosítják. Nem kell szülni, meg gyereket vállalni, hanem majd jönnek a bevándorlók. Tehát ez a valamiért... Ez a progressziónak, ez a születés ellenes jellege, ez nagyon erősen dominálja, és ők ezt nem találják problémának. Tehát ez itt a másik probléma, hogy ha legalább fölismernénk ezt problémaként. Jó, például Magyarországon, Kelet-Európájában, néhány ország és Magyarországon is a kormány ezt fölismeri problémaként, hogy csökken a gyerekszám, és ezért próbál ellenet tenni. De nagyon nehéz, mert van a, a, a progresszív ideológia, amelyik ezt nem hajlandó problémaként sem fölismerni, sőt azt mondja, hogy ez direkt jó mert hogy túlnépesedés van, mert hogy az egyéni szabadság, a reprodukciós szabadság sokkal fontosabb, beleértve az, hogy nem vállal a gyereket, ez sokkal fontosabb, mint az, hogy, a, hogy, hogy mondjuk egy közösségnek a, a, a túlélése, vagy. Tehát, tehát nem, még problémaként hajlandó felismerni. Na most, hogyha valamit nem ismerünk fel problémaként társadalmi szinten, akkor nagyon nehéz ezzel bármit is kezdeni. Tehát tulajdonképpen az első feladat az lenne, hogy, hogy azt felismerjük, hogy ez probléma és aztán még tudnám sorolni, milyen más egyéb problémák vannak, hogy maga ez az ideológia nem is engedi meg, éppen amiatt, mert születés ellenes, nem is engedi meg, hogy igazán hatékony intézkedések szülessenek, a, a, a hatékony intézkedéseket hozzanak létre a születésért. Ezt nem is engedi meg ez az ideológia, mert mindig ugye ebben a progresszív rendszerben akarja ezt a problémát megoldani, de láthatóan, és ennek két módja van, egyrészt vagy az, hogy pénzt adod a gyerekekért, de miközben van egy, de ez a gazdag országokban már egyre kevésbé hat. Dél-Koreában őrült összeget, valahol kiírtam, azt hiszem 195 milliárd dollárt költöttek már arra Dél-Koreában, hogy megfordítsák ezt az elmúlt 15 évben, hogy megfordítsák ezt a nagyon világelsők, a nagyobb országok közé, most nem számít olyan városállamokat, tehát a nagyobb lélekszám országok között, ugye ott a legalacsonyabb a termékenység arányszám, ezt 2005-ben meghirdették, hogy nemzeti válság van ebből, és őrült összegeket költöttek erre a dologra, és nem, nem, nem tudták megváltoztatni, tovább csökkent a termékenységi arányszám és a születési számok, tovább csökkentek, mert hogy maga a az, az egyéb, a progresszív struktúrának az egyéb következményei, amiben én szerintem a döntő tényező, igen, tehát jóléti embereknek hiába adunk pénzt azért, hogy hát hogy az akaratuk ellenére vállaljanak gyereket, nem fognak. A másik, tehát van egy ilyen struktúra. A másik pedig, hogy szerintem azért, Azért a modernizáció, azért születés ellenes, mert hogy minden erejét a gazdasági növekedésre koncentrálja. Tehát nem az a cél, hogy ne szülessenek gyerekek, hanem minden erőforrást, a gazdasági növekedésbe rak. Mondjuk a tradicionális társadalom úgy volt, hogy a férfiak foglalkoztak a gazdálkodással, a nők a reprodukcióval. Fele-fele. Tehát a társadalom fele a reprodukcióval foglalkozott. Jó, ennek sok hibája volt, mert mit tudom, én nyilván voltak olyan nők, akik inkább a gazdaságba akartak volna, tehát hogy merevek voltak az erebek, sok mindent el lehet mondani, de a társadalom fele a reprodukcióval foglalkozott. Most most mindent beszív a gazdaság a növekedés miatt. Szerintem a növekedés miatt van a modernizációnak, a progressziónak, mert annyira gazdaságcentrikus, annyira növekedéscentrikus, hogy minden másonnan elvonja az erőforrást, és ezért nem jut erőforrás a nem egyszerűen csak pénzt értek, hanem inkább a so, olyan struktúrát alakít ki, hogy, hogy minden a, a, a növekedés szolgálja, és ezért nem engedi azt, hogy otthon Ezekben a centrumokban legyen reprodukció, jöjjenek az emberek, kiszervezi a reprodukciót Afrikába és közel és akkor onnan beszívja az embereket. Mennyivel olcsóbb fölnevelni valakit Afrikába, ha persze ugyanolyan munkaerő lenne, meg meg az ember nem csak munkaerő, hanem egy, ö, ö, egy közösségnek a tagja is. Jó, És hát nem biztos, hogy az afrikai vagy a közel-keleti fiatal ember egyébként a német itt szeretné eltartani, ugye a kinyugdíjas. Tehát azért ezt nem beszélték meg egymással valószínűleg, amikor kitalálták ezt a rendszert. De viszont arra akartam még rákérdezni, hogy ez a progresszív filozófia vagy nyugati gondolkodás talán így is nevezhetnénk, de. mert azért talán túlnyúlik ezen a szűkembet progresszión, hogy az nincs meghatározva, vagy az egy picit változott, hogy egyáltalán mi az ember, nem, hogy mi a feladata az embernek, hogy az ember micsoda a közösségben, családban, mert sokszor, amikor azt mondja valaki, hogy a születés ellenes, akkor ö, valahogy saját magát határozza meg egészen másként. Igen. Igen, mert hogy ez a nyugatias gondolkodás individualista, és egyre individualistább. Tehát a végletekig individualista és racionális. És Spengler írta már ezelőtt, száz évvel, hogy a végletekig feszített, hogy nem azért nem születnek a gyerekek, mert nem születnek, hanem mert a végletekig feszített intelligencia semmi okot nem lát a létezésükre. Tehát semmi oka nincs annak, hogy egy ember, aki csak magában gondolkozik, és csak racionálisan próbálja a saját jólétét növelni, az gyereket vállaljon a tradicionális társadalomban még volt neki amúgy egy egyéni haszna is. Mert viszonylag a kis befektetéssel a gyerek azt tudott segíteni, a, tehát egy munkaerőként is szolgált, hát ami ma már persze nem lehetséges, és nyugdíjként is az volt a nyugdíj idézőjeltében a, a, a gyerek. Most viszont, hát most ha például vegyük a nyugdíj példáját, nem tudom, hogy van-e idő erre Están. belemenni. Ez nagyon jól mutatja például, csak egy, jó, ez csak egy példa de ez nagyon jól mutatja, hogy, ő, hogy a társa minden szegmensében egyre inkább születi, ez a progresszív társadalom egyre inkább születés ellenessé válik. Vegyük például a nyugdíj esetét. Régen a gyerek volt maga a nyugdíj, tehát hogyha sok gyereke volt, ez nem volt egy százszerzékos biztonság, de mégis a sok gyereke volt egy faluban az embernek, akkor számíthatott arra, hogy egy-két egy legalább ott marad, és ápolja őt, majd az ő örököl. ez ha nem tudott dolgozni, akkor is nem halt ilyen, mert ugye a gyereke gondoskodott róla. Na most, most viszont egy olyan nyugdíjrendszer alakult ki, hogy egy, amiben a gyerekek egyáltalán nem számítanak, hogy kinek hány gyereke van, szerintem ez amúgy hiba, hanem csak azt számít, hogy az ember mennyit fizet be nyugdíjjárulékba. Az viszont attól függ, hogy mennyit keres. Tehát csak és kizárólag, na most, hogyha, hogyha keresnie kell, és különösen a nők számára ez egy nagy dilemma, ugye, hogyha, hogyha ő neki például az időskora attól függ, hogy mennyit keres, hát akkor ez is egy anyagi érdek vagy anyagi ösztönzés, amellett, hogy, hogy minél kevesebb időt töltsön otthon. És, és és viszonylag alacsony gyessel meggyeddel a magyar viszonyában, de általában, ugye, akárhova megyünk, ezek a e, gyerekhez kapcsolódó jutatások azért nem annyira magasak, mint egy fizetés, ugye, tehát akkor, akkor kisebb lesz a nyugdíja, például. Hát, illetve olyan állást kell találni, vagy olyan foglalkozást, ami minél többet fizet, ugye, minél magasabb havi jövedelmet ír, az annál nagyobb befektetéssel jár. Hát igen, az, igen, az meg tanulni kell nagyon sokat, tehát egyszerűen ez, ez, így, ez így, érthető, tehát nem, nem azt mondom, hogy itt van. Különben nagyon sokáig nem volt tudatos gyermekellenesség ebben a progresszióban. Tehát még nagyon sokáig ugye Amerikában is a hollywoodi filmek arról beszéltek, hogy az amerikai család, ugye a két gyerek, meg a kutya, meg a, a, a kertesház, tehát még ezt, ezt közvetített, ez volt, az, ez volt az amerikai álom. Ugye? Csak az utóbbi időben vált tudatosan is gyermekellenessé a progresszió. Ott, ami amúgy egy öngyilkos dolog, de korábban még nem volt ilyen, de maga a struktúra már akkor is azért elkezdte csökkenteni a termékenységet, a születési számot, de akkor ez még csak egy járulékos hatás volt. Most ehhez hozzáadódik a környezeti problémáknak szerintem egy szerintem rosszul értelmezése miatt a reproduktív szabadságnak az olyan értelmezése, mert hogy, 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 annyi gyereket válok, amennyit akarok. Amúgy szerintem a felelősség teljes reprodukcióba szerintem az következik, hogy, hogy az emberi, mivel halandó, az emberi léthez hozzátartozik az, hogy két-három gyereke legyen, mivel hogy halandók vagyunk, ugye? tehát akkor az élet fennmaradás, az nem lehet olyan morális törvény, hogy ami azt helyesli, hogy ne szülessenek gyerekek ugye tehát az egész erkölcs mégis valamilyen közjóra irányul, tehát csak olyan erkölcsi törvény védhető, mondjuk a kategórikus imperatívus, hogy ebbe belemenjünk, az emlet a kategórikus imperatívuszból, az nem származhat, hogy ne vállaljunk gyereket. Tehát ezt nem lehet általánosítani, hogy akkor senki se vállal... Tehát ha az a helyes, hogy ne vállal, akkor senki se vállaljon gyereket, ez jön neki a kategórikus imperatívusból, hát akkor egy akkor három generáción belül az, azok ott kihalnának. Tehát szerintem erkölcsileg sem lehet védeni. A felelősség teljes gyermekvállás azt jelenti, hogy hogyan tudunk felelősségteljesen teljesen két-három gyereket felnevelni. Szerintem ez, ez csak ezt jelenteti. Nem, és nyilván ez attól is függ, hogy hol vagyunk, mert mondjuk Európában azt mondjuk, hogy minimum két-három gyereket, Afrikában meg azt mondjuk, hogy maximum két-három gyereket, és akkor mindjárt beállna ez a két-három gyerekre családonként. Nyilván ez egy statisztikai átlag, mert nyilván van olyan, ahol nem születik, meg van ahol több, de hogy ez szerintem, mivel hogy már az ösztönösség, meg a gyerek iránti vágy már nem tudja biztosítani ezt a két-három gyerek családonkénti átlagot, ezért szerintem erkölcsileg kell ezt is, az er, tehát a gyerekvállalás mint erkölcsi kérdést is fel kell tenni. ami elég kínos kérdés, ugye? Igen, az az érdekes ebben, hogy van ennek egy filozófiai vonzata, van ennek akár erkölcsi vonzata, vagy kérdésköre, és van ugye a gazdasági, ami egyénileg, és egyébként a nemzetünkre vonatkozóan is megfogalmazódhat. És itt a születéselleneseknek az érvrendszerében egyébként hogyan képzelik ezt el? Tehát, hogy ha ha nem születik elég gyermek, akkor egy idő után elkezd előregedni a társadalom. Tehát Igen. elkezd ilyen fordított háromszög kialakulni, hogy nagy az a réteg, akit el kell tartani az adott államnak, és kevesen vannak, akik dolgozni tudnak ezért a sok idősért. Ugye? Tehát, hogy ez egy ilyen gazdaságilag is az államokra rendkívül nagy terhet ró. Tehát az, hogy behozunk vendégmunkásokat, vagy a migráció által betelepítünk embereket, tehát innen látszik, hogy önmagában problémát okoz a kevés születés, amit aztán meg kell oldanunk, amit vagy sikerül, vagy nem. Igen, akkor már most megpróbálok néhány érvet mondani a, emelt az álláson mellett, bár én inkább ellene szoktam érvelni, de mondjuk, tehát mondja, amit már megbeszéltük a környezetet, megbeszéltük talán a, ezt a reprodukciós szabadságot, a technikát is nagyon gyakran mondják, hogy nem kell annyi munkaerő, mert a technológiai fejlődés, és különösen most ugye a mesterséges intelligenciának a fejlődése, ez is kiváltja a munkaerőt, tehát van egy ilyen, van egy ilyen érv is. Hát alapvetően szerintem ez a három ér van amiatt, hogy, hogy illetve nem gondolják meg azt, de szerintem ezt is beszéltük, hogy, hogy amikor valaki azt mondja, hogy ő nem akar gyereket, racionálisan ő úgy látja, hogy az a helyes, akkor tulajdonképpen a több is erre a következetésre fog jutni egy progresszív társadalomban. Mert tényleg a, gyerek a, már... a követés? miatt. A követés, meg, amiért ő racionálisnak találja, azért a szomszédja is ugyanezt ő, ő, találja racionálisnak. Ő, tehát, hogy, hogy akkor ez viszont, ha általánossá válik, mert amíg csak egy-két amúgy ez a tudatos gyermektelenség is, egy, ez a ez is a progressziónak, a, ez a végső fázisa már, amikor teljesen, teljesen e, e, kiteljesedik ebben az őrületben, mert régebben ilyen nem volt, hogy tudatos gyermektelenség szerintem, vagy, vagy, ha volt is akkor a lakosságnak, mit tudom én, az egy ezrelékét, vagy nagyon kis részét érintettem, most viszont ez, ez már nagyon jelentős rétegeket érint, tehát Hogyha így gondolkodunk róla, ugye akkor is látjuk, hogy hogyha ez általánossá válik, ez a, ez a dolog, akkor ez megint tartatatlan. Csak hogy annyira individuálisra be van szűkítve a nézőpont, hogy azt mondja, hogy őt ezt nem érdekli. Igen, azt akartam kérdezni, van ennek egy ilyen feminista vonulata egyébként, mert én, akiket így láttam, akár interjúban, cikkekben leginkább hölgyeket szoktak meginterjúvolni ezt a tudatos gyermektelenséggel kapcsolatban egyébként, és hogy van ennek egy ilyen vonzata, hogy, hogy jogom van nekem is, úgymond az egyéni boldogulásom érdekében, hogy, hogy én nekem ne kelljen másokkal küzdködnöm, vagy nekem áldozatot hát ez a hoznom. A én mondás, az én testem, az én, az én, én, én testem én döntésem, ami vel indokolják akár az abortuszt, akár a, a gyermektelenséget. Itt mi volt a kérdés? Hogy van ennek egy ilyen feminista vonulata is, ez a kérdés. Igen, hát van. A rövid válasz az, hogy van. Ez már tulajdonképpen a klasszikus feminizmus. Simon de Beauvoir már a második nemben arról ír, tehát az egész gondolatát átszövi az, hogy, hogy, ez a tradicionális családmodellt, ez fel kell számolni, és hogy ez a gyermekvállalásra ép, mert az egész tradicionális családmodellnak az az értelme, hogy megszülessenek a gyerekek. Tehát, hogy a, a család az nem egy öncél, hanem ez egy reprodukciós egység. Ugye ez, ez, és az egész vallás mögött is ez van, ugye, amikor a kereszténység és, és, a többi különösen monoteista vallások mögött is, amikor a családot preferálját, akkor az nem önmagáért érdekes, nem az, hogy egy érzelmi közösség, nem, az egy reprodukciós egység. Nyilván a, a sikeres reprodukciónak előfeltétele az erős kötődés a férfi és a nő között. Szerintem az államot nem érdekli, hogy ki beszerelmes, az érdekli, azt kell, hogy támogassa, ugye, hogy, hogy, hogy kialakuljanak ezek a reprodukciós egységek. A ház, ez jelenti a házasság. Tehát, hogy tehát ebben is én mondjuk más véleményen vagyok, mint a főáramlat. Ugye, tehát, hogy nem az érzelmi közösségetről van szó, hanem arról, hogy, hogy, a, hogy, hogy megszülessenek a gyerekek. De visszatérve a feminizmus problémájára, nagyon jól látszik ugye az, hogy különösen a, hogy a feminizmusnak is különböző korszakai voltak, más első, második, harmadik, ugye az első alapvetően a szavazati jog, a munkavállalás, tehát ezek voltak a központi kérdések, és ez is olyan irányzat, szokták mondani, hogy minden irányzat azért radikalizálódik, ha teljesülnek a követeléseim, mert akkor mi értelme van az egésznek, ezért egyre erőteljesebb követeléseket kell megfogalmazni, arról nem is beszélve, hogy már Engels is felvetette, hogy a házasságban a férfi és a nő viszony az olyan, mint a gazdaságban a tőkés és a munkásnak a viszonya, tehát egy ilyen kizsákmányolásra épülő viszony, meg is kell szüntetni a házasságot, Az gyerekeket majd az állam neveli, tehát, hogy hogy ebben is nagyon jól látszik egyrészt a születésellenesség, másrészt a tradíciók, azoknak a tradíciók iránti ellenséges viszony, miközben a tradíciók az azért tradíciók, mert jól működtek. Tehát Ugye az egyiptomi társam 3000 évig elműködött, szerintem nekünk is valami ilyen irányba kell elindulni, tehát, hogy ilyen stabil, nem növeknő, hanem állandósult állapot, ez, ami a természetben helyet tud foglalni. de visszatérve a feminizmusra, tehát látszik, hogy egyre erőteljesebben megfogalmazottak ezek a, ezek a követelések, és a fő célpont a tradicionális családmodell volt. Tehát ezt, ezt kellett szétszúzni, úgyhogy a nők is dolgozhassanak. Először a férfiak bezengedtek, aztán a gazdasági vezetők rájöttek, hogy milyen jó az, hogy a nők munkaerőként belépnek a, a, a gazdaságba. És tulajdonképpen szerintem ennek a radikális feminizmusnak egy kitejesedése most a gender elmélet, amiben megint, hát tulajdonképpen. Ö, hogy is mondjam, járulékosan nagyon erős ez a születésellenesség. Hiszen, hogyha valaki nemet vált, azt lényegében, ha ezt sebészetileg teszik, azt sterilizálják, tehát akkor már azoknak se, és hogy milyen, milyen nagy a fiatal lányok esetében azoknak az aránya, akik magukról azt mondják, hogy, hogy rossz testbe születtek, az valami egészen elképesztő, mielőtt pedig nem volt ez a gender, hát a, a görögök is beszéltek hermaphroditizmusról meg ilyenekről, de hát az ott nagyon kicsi volt az arány. Most, hogy ez annyira benne van a, a kultúrában, hát most ez, ez így most terjed. Tehát ő beszéd témává teszik, de ott akasztották. És mintává hogy... is. És az a haladó, aki, aki, mondjuk úgy érzi, hogy ő rossz testbe született. Figyelmet kapta. különleges. Igen, igen, az, igen. Igen, de amikor, amikor behoztam itt a feminista szállat egyébként, akkor éppen arról beszélt, hogy mik ennek a születésellenességnek ugye az érvei, az érvrendszere is, akkor most ide beilleszthetjük ezt a feminista vonalat, vagy akár ezt a gender dolgot is. Ezen kívül még mit tudnak fölhozni amellett, hogy miért ne szülessen gyermek. Tehát itt a klíma és egyéb bek mellett. Hát kedvesítem, most már fogott. Mert a környezet, a klíma, ez mondjuk egy, a reprodukciós szabadság, az én, ö, én ö, döntés, én testem, én döntésem. Ö, hát ez, én, ezen kívül de majd egyszer lehet. De mondjuk hogy... arról mit gondolnak, hogy egy nemzetnek, egy kultúrának, hogy hogy tud fönt maradni. Ugye, amikor arról beszélünk, hogy itt a, a fordított háromszög létrejön, behozunk egy halom vendégmunkást vagy migrációs hátterű bevándorlót, ott az, az már nem ugyanaz, már nem ugyanarról beszélünk. Hát természetesen, ez tulajdonképpen egy népességcsere történik, etnikailag biztos, mert hogy a fehér őshonos sok, de idős sekek helyébe beáramlik, a fiatal idegenek beáramlanak, etnikailag is különbözőek, akkor az történik, hogy hogy etnikailag biztos, hogy kicserélődik az a népesség, hogy most kulturálisan kicserélődik-e vagy sem, hát ezzel eze, lehet vitatkozni, de hogyha ilyen tömegbe hozzuk be mint ahogy az bizonyos országban történik, Nyugat-Európában, Franciaország, Németország, esetleg Nagy-Britannia, akkor ott még egy, még, 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 a kulturális, tehát nem marad, mert mégis az arab lehetne francia kultúrájú, attól, hogy arab etnikumú, bár szerintem már az, hogy eleve is muszlim, hogyha olyan tömegben válik muszlimá, mondjuk egy társadalom, egy nyugat-európai társadalom, akkor már egyáltalán kérdéses, hogy egyáltalán maga az a tény, akkor a muszlim ünnepek vannak, tehát akkor szerintem már egy másik társadalom még a franciául is beszél, vagy németül. Tehát, hogy tehát kulturálisan nagyon nehéz elképzelni, azt még el lehetne képzelni, hogy individuálisan ö, tudnak csak sokkal kisebb számba ö, bejönni, és akkor asszimilálódnak. És akkor etnikailag is megmarad. Jó, etnikailag az előbb-utóbb persze kicserélődik, de kulturálisan legalább megmaradna franciának, németnek, mondjuk britnek. De ilyen tömegbe jön meg, akkor nagyon gyorsan azt a kulturális se tudja megőrizni. De ez lehet, hogy csak egy naív remény, amit a progresszívok táplálnak, mert hogy gyakorlatilag nincs ilyen hanem hát a beáramlék, mint ahogy mit tudom én, a fehérek is beáramlottak. Észak-Amerikában nem váltak indiánokká. Ugye? És az ebben a nagyon Kulturális érdekes, a hogy Igen. Ugye kevesebb gyermek szület sen, mondjuk egy ilyen modern társadalomban, azért, hogy, és akkor itt az okokat felsoroltuk, megoldásra a migráció, bejönnek egyébként a tradicionális családmodell hívei, mert ugye a monoteista Igen. vallások általában ilyenek, bejönnek, és ha még asszimilálódnak is, meg is tanulják a nyelvet, neki is állnak dolgozni, akkor is 5, 6, 7, 8 akár tíz gyermeket is vállalnak egy jóléti államban? Hát ez nagyon érdekes. Azt szoktam, a statisztikai adatok azt mutatják, hogy, hogy igazodik a bent egy-két generáción belül. Másrészt meg tényleg van ez, hogy a jóléti állam az, az azért támogatja, hát az angol százak nem annyira, de, a, de mondjuk a francia, Németek. vagy a skandináv, ugye a németek, azok tényleg még támogatják, hogy mennyi lesz gazdasági potenciáljuk rá, azt nem tudom, támogatják, tehát akkor lehet, hogy kialakul egy ilyen réteg, ami viszont akkor ebből él, és akkor azok hogy fognak asszimilálódni, tehát hogy meg egyáltalán akkor ők, tehát itt is van egy ellenmondás, ami nagyon sok ellenpontás van ebben a progresszióban, ugye, ezért gondolom azt, hogy ez a progresszió elérte a... a tehát tulajdonképpen minél fejlettebb egy ország, annál kevésbé lehetne progresszív igazából, legalábbis demográfiai szempontból biztos, annál inkább, mivel hogy elindul egy rossz véglet fele, tehát van egy aranyközép és a tiszta tradicionalitás is messze van ettől az aranyközéptől, de a tiszta, ugye a progresszió, ez az elvadult progresszió is mert egyre távolodik ettől az arany középtől, és tulajdonképpen vissza kellene fordulnia. Mert, mert ilyen önellenmondásokba jut, hogy jó, bejönnek ezek a tradicionálisabb idegenkultúrájúak, és akkor végig az egész társadalom kiszámíthatatlan kockázatokat jelent, kiszámíthatatlan kockázatokat. Még talán a legegyszerűbb az, amit Ülbek leírt a behódolásba, hogy szépen választások útján átveszik a hatalmat, mert csinálnak hogy mondjuk egy muszlim ugye ezt olvastuk a behódolásban, ez még a legegyszerűbb módja, és akkor szépen átalakul. Beszéljünk egy picit a megoldásokról is, mert még maradt egy 7-8 percünk, szálljunk legalább ennyit arra, hogy mi lehet itt a megoldás is, és akkor, ha lehet kérnem, ezt inkább most beszéltünk itt Nyugat-Európáról, de az ő problémáikat nem biztos, hogy sikerül megoldanunk, úgyhogy szerintem ne is az ő megoldásaikat vegyük orcső alá, hanem a magyar, magyarságnak a fentmaradása is, akár itt egy kicsit határon túl is mozoghatnánk, hogy itt hogyan alakul. Ugye, amikor itt Különböző interjúkban beszélgetek, akár Felvidékről, akár Erdélyből származó újságírókkal, közéleti személyiségekkel, mindenki panaszkodik arra, hogy ugye fogynak a magyarok ezeken a területeken is, de egyébként itt az anyaországon belül is. Mi lehet a megoldás a magyarok számára, amellett, hogy látjuk, hogy azért van egy olyan születéstámogató politikai akarat, amit tehát nem tudom, hogy mennyi idő kell, hogy beérjen. Hát szokták mondani, hogy egy millió dolláros kérdés, hogy aki ké ezt, azt látjuk, én, aki ugye filozófiával és, demográfiáv és demográfiával foglalkozok, az adatokat is nézem, tehát, hogy igazából még nem sikerült megoldani, meg kitalálni se a világban, se Magyarországon, hogy a, ennek a népesség csökkenő folyamatnak és előregedésnek mi lenne a megoldása. E, általában tudok rámondani választ, de mert ugye, ha a progresszió okozza, akkor világos, és a progressziónak ez az anti, bocsánat, tradíció ellenes jellege okozza. Tehát hogy lehet mondani, hogy van két erő, most egy kicsit általánosan fogalmazok, van a progresszió, ami születés ellenes, és van a tradíciójátás, ami születés párti. Tehát valamiképpen az lenne a megoldás, nagyon általános szinten, hogy aztán azt hogy lehet lebontani, az egy további kérdés, de nagyon általános filozófiai szinten az lenne a megoldás, hogy a, hogy a progresszió de valamilyen antiprogresszió, progresszió ellenes haladás, nem is tudom, ez értelmetlen, de hogy valamilyen, tehát hogy ennek a folyamatnak meg kellene szűnni, és a tradícióitás, nyilván nem lehet visszamenni a tradícióhoz, meg talán nem is lenne jó egy az egyben, de hogy valamiképpen egy olyan mondjuk konzervatív forradalom, konzervatív fordulat, amelyik elő felismeri azt, hogy ezeket a problémákat a tradicionális szellemében tudjuk csak megoldani, és akkor ez, ez, tehát valahogy a modernitásba, a haladásra be kellene emelni ezeket a tradíciós elemeket. Na most, hogyha ezeket apró pénzre váltjuk, akkor azt tehát azt látjuk, mindenképpen látjuk, hogy igazából a kormány erő törekvései nem annyira sikeresek, és erről nem, a kormány, nem csak a kormány tehet, sőt szóval nem a kormány tehet egyáltalán, vagy ez egy részletkérdés, hogy most tehet róla, vagy nem, de látjuk, hogy annyira nem. Azért nem sikeresek, mert egyrészt itt két dolog van. Egyrészt van a termékenységi arányszám, ami 2,1 alatt van. Hiába nyomta föl 1,2-ről mondjuk 1,6-ra, de van egy másik dolog is, ami a szülőképes korú nőknek a száma. Ami a hosszú, alacsony termékenység, korábbi termékenység miatt most nagyon alacsony, és, és, és csökken, és gyorsan csökken és ugye a megszületett gyerekek száma attól függ, hogy a két tényezőnek a szorzatától függ, tehát hogy egy nő mennyit szül, és hány olyan nő van. Tehát egy nő statisztikai átlag, itt mindig, amikor egy nőről a statisztikai átlagról beszél, és hány olyan korú nő van, aki ebben részt tud venni. Tehát, hogy, hogy ezért látsz, és mivel ez egy csökkenő száma, szülőképes korú nők száma, és a termékenység arányszámot se sikerült még 2,1-re vinni, de még ha sikerülne, akkor is a szülőképes korú nők száma miatt. Tehát egy nagyon negatív folyamat van. Tehát először is fel kellene ismerni, hogy ez egy óriási nemzeti tragédia, a nemzethalál az egyáltalán nem túlzás, amit már ugye a 18. 19. században az írók előrevetítettek, csak ők nem demográfiai okok miatt, hanem mondjuk ilyen kulturális asszimiláció miatt. És szerintem a tradicionalitás, és az is látszik, hogy pusztán jó, a pénzügyi megoldások sokat segítenek, ezért lehetne ragozni az, a különböző intézkedéseket, de az a lényege, hogy, hogy több pénz, több gyerek. Így egyszerűen fogalmazva. Tehát valamilyen formában a több gyerek vállásért kapnak a, a családok, de minél gazdagabb a társadalom, ez annál kevésbé ad. A progresszív szellemben hozott, vagy a haladó szellemben hozott intézkedések azok meg azért nem működnek szerintem, mert azok eleve születésellenes születés ellenes a progresszió, tehát egy progresszív pronatalizmus, hogy ilyen csúnya idegen szavakat használják, tehát a haladás szellemében hozott ö, gyerek támogatások, meg azért nem működnek, mert a haladás az eleve születés ellenes, és nem, igazából nem tudnak működni. De, merre halad? Igen, de jobb az irányba akar haladni, és azt nyomatja, hogy, 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 hogy a nőnek is dolgoznia kell, nincsen olyan, hogy, hogy mondjuk otthon marad a gyerekekkel, egyáltalán, ha valakinek sok gyereke születik, arra úgy néznek, mint a tudatlan, és nem ismeri a fogamzásgátlók, mert föl sem merül bennük, hogy ez egy nő. Választás. Igen, hogy egy választás. Tehát eleve, tehát mindenképpen azt kellene mondani, hogy, hogy egy ilyen tradicás. Na most, hogyha ezt részletekre bontjuk, akkor, akkor az egész társadalmat egy ilyen termékenység tudatos szellemben, születés, családcentrikus szellembe kellene struktúrálisan strukturálisan is átalakítani. Például az egy nagyon jó gondolat a kormány részéről, hogy megérje gyereket vállalni, mert a tradícióban is egyénileg is megérte a gyereket vállalni. A nyugdíjrendszert is lehetne úgy alakítani, azt már beszéltük, akkor hogyan lehet elérni, és ez a legfontosabb kérdés, hogy sok gyerek tehát legyenek olyan családok, ahol sok gyerek van. Régen azért volt magas, ott is voltak, akik különböző okok miatt nem született gyerekük, de ez azért jött ki mégis az átlagban ez a hatos szám, a magas szám, nyilván nekünk elég lenne a kettes is, mert hogy a nagy családok voltak, nagyon sok nagy család született, bocsánat, nagy családban nagy családosok voltak, sok gyerek született, tehát hogyan lehetne elérni azt, szerintem ez a kulcskérdés, hogy a, ebben a progresszív világban is legyenek olyan emberek, akiknek sok gyerekük van. Szerintem erre a legjobb megoldás a főállású anyasság lenne, négy plusztól, tehát három-négy gyerekig megvannak már a támogatások, és azt mondani a, a négy gyerekeseknek, hogyha, hogyha, hogyha még vállaltok további gyerekeket, tehát megszületnének 5-6 gyerek, akkor az fizetést adna az állam. Mint ahogy fizetést ad már nagyon sok gondoskodó munkáért, tehát a munkának a jellege kezd átalakulni, és ha tényleg ott van a robotizáció és ezek a dolgok, akkor tényleg el lehetne képzelni azt, hogy, hogy azt mondani, hogy há, négy gyerek után ez, ez, egy olyan vállalás, amiért fizetést ad, a, ad az állam, és akkor mégis a nő kétkereső, de mégis sok gyereke van, mégis ezt a gordiuszi csomót meg tudtuk adni, hogy hogyan lehet valakinek sok gyereke, de ugyanakkor megállása is, mert hogy a modern világ olyan, hogy kell, hogy legyen állása. Úgyhogy például, ha valaki örökbefogad, akkor azért kap pénzt. A saját gyereket nevel, akkor azért ő, miért nem kap? Mert lehet, hogy néhány év múlva már egyután is. Tulajdonképpen most is ez történik, mert úgy lehet felfogni ezeket a családtámogatásokat, hogy lényegében ez egy félállás a nő számára mondjuk, vagy a családon belül valójában a gyerekek behoznak egy plusz félállást, tehát ebben kellene tovább haladni, és más ilyen strukturális változtatásokat kellene végrehajtani, amik a tradíció, mert a tradíció az nagyon erősen születés támogató volt, tehát a tradíciónak az elemeit beemelik ebbe a reprodukciós rezsimbe, ebbe a, amik a, a elszaporodással függnek össze, és egyáltalán azt kellene ki, fölismerni, hogy a progresszió az, az bennünket a megsemmisülésbe vezet. Tehát a progresszív úton nem tudunk tovább menni a fejlett világ, és ez nem csak magyar jelens, az egész fejlett világ, mert hogy ez a gyerekmentes állapotba fog bennünket belevinni, mert a progresszió nem tud más csinálni, visz bennünket a gyerekmentes állapotba. Na, amiket elmondott, azok még mindig többnyire gazdasági jellegű változások lennének, vagy ötletek. De ön is mondta azt, hogy a modern társadalmakban gyakran ezek a gazdasági ösztönzők nem mindig érik el a hatásokat, mert valahogy a modernizációnak ugye van egy ilyen filozófiája is, egy gondolkodásmód, egy már az, hogy én mit hozok, akár egy szocializációs attitűd is lehet már benne, ha az én anyámnak egy gyereke volt, aki én vagyok, akkor én miért vállaljak ugye többet. Tehát mit lehet még tenni, ami egy picit úgy mélyebben, mert azt lehet látni, hogy aki sok gyermeket vállal, nem mindig számol. És ugye gyakran az se számol, aki egy gyermeket vállal, hanem más okai vannak ennek. Igen. Igen. Tehát először is, az először is ki kellene mondani, hogy ezt a problémát a sok gyerekesek nélkül nem lehet megoldani az állam nem tud gyereket csinálni, a társadalom sem tud, ilyenre csak a családok képesek, a házaspárok képesek, hogy, hogy gyereket szüljenek és neveljenek, és csak a sok gyerekes. Tehát a sok gyerekes, tehát hogy szükségünk van, tehát egy olyan, először is ki kellene mondani, hogy szükségünk van a nagy családokra és fel kéne őket emelni például. Hát igen, igen. Tehát, tehát először is itt kell, itt, itt, ez lehet, hogy mindenféle anyag, ad, hiába adnak anyagi jutatásra, amúgy meg úgy néznek a sok gyerekesre, meg szégy, hallom, a, hogy szégyeli, a, hogy sok testvére van, mert mert van egy ilyen közhangulat. Tehát maga ezt kellene tudatosítani, hogy sok gyerekesek nélkül ezt a problémát nem lehet megoldani, és ráadásul, hogy csökken a szülőképes korú nők száma, ugye? Tehát tulajdonképpen most, hogy mennyire súlyos a probléma Magyarországon, 90 ezer gyerek születik, nem egészen annyi, 130 ezer hal meg. Tehát ahhoz az lenne az ideális megoldás, ha most hagyjuk a migrációt, meg ugye meg, hogyha 40 ezerrel több gyerek születne, tehát majdnem meg a fele, nem a fele a jelenlegi születési számnak majdnem, tehát 50 a meg kellene emelni, hogy kijön ez a 130 ezer születés. Nyilván, ez egy elérhetett, szinte egy elérhetetlen cél, meg sok minden, de, de valamennyien muszáj megemelni, mert különben még asszimilálni se lehet. Tehát például az egyik ilyen társadalom, hogy a sok gyerekesek és ennek semmilyen pénzügyi vonatkozás nincs. Egyszerűen azt kellene valahogy a társadalomba nyilvánvalóá tenni, hogy a, hogyha meg akarunk maradni, akkor annak egyetlen módja van a sok gyerekes családok. Azok, a, azok oh, és azt kellene valamiképpen egy női pályává tenni, nyilván sokan nem akarnak ilyet lenni, de akik akarnak, mert nyilván vannak olyan nők, akik ezt szeretnék, akkor azok hagy le, lehessenek főállású anyák. Na messzire vezet, mert ugye mindenhez kell egy társ, egy férje, egy partner, sok hölgynél ez az, ami talán hiányzik, de ez már nagyon messzire vinne most minket, és lejárt a műsoridőnk, de egyszer beszéljünk erről is, illetve kíváncsi lennék egy születés ellenesnek a véleményére is, hogy ő miért gondolja azt, hogy ez mégiscsak jó lehet. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött és tudtunk mindenről beszélni. Tóti János volt a vendégünk, filozófus, a demográfiai tél című a szerzője. Köszönöm. ん you know?